Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Szentes Annó adását láthatják. Ebben az adásunkban újra az 1969-es esztendő lesz a téma, a harmadik részre kerül sor. Új úszómedence épül az idén, az országos tervhivatal 1 millió forinttal segíti az új úszómedence építését, amelyhez a városi tanács megszavazott 650 ezer forintot és 500 000 forint összegű társadalmi munkát. A 33 1/3 méter hosszú, 8 rajthelyes kiemelt medencét ez év októberéig készíti el a Kiskunfélegyházi építőipari vállalat, írta annak idején a Szentesi Élet. Pap Imre. Leírt, összegyűjtött megfigyelései és munkái ma is aranyat érnek a néprajzkutatók körében. Hát még holnap, amikor a hagyományos tanyai szokások, életformák, használati eszközök majd megszűnnek, felbomlanak és elvesznek. Pap Imre gyermekkorából eredő hajlamának és szenvedélyének hótól nem is akármilyen eredménnyel. A termátéhez tagja. Dónáti tanyájában vetette írógéppel papírra a tanyavilág titkait. 1955 óta közel 20 országos és megyei néprajzi pályázaton vett részt, és valamennyin díjat nyert. 1969-ben Pap Imre így írt a Szentesi Élet hasábjain. Ma az újságok naponként megjelenő meteorológiai, az időjárás előrejelző cikkeiből és a rádió közléseiből naponta több ízben értesülhet a városon lakó, de ugyanúgy a tanyai nép úgy szólvá minden rétege a várható időjárásról, amelyre egyesek terveket is gyakorta építenek. Így talán nem lesz időszerűtlen, ha néhány pillantást vetünk arra az időre, amikor még mindezek nem voltak, és pusztán csak a természeti jelenségekre, vagy az élőállatok viselkedéseire, satöbbire támaszkodva jósoltak, vagy tettek megjegyzéseket az elkövetkezendő órák, napok, hetek vagy hónapok várható időjárásai viszonyaira. Hideg lesz, mert hátat fordított a tehén az ajtónak. Hó lesz, ha fehér gatyával álmodott valaki. Ha lakodalmas menetet látott álmában, vagy ha nagyon dörzsölőzik, vagy fejjel lefelé alszik a macska. Ha marhát látott valaki álmában. Eső akkor lesz, ha a tyúkok a porba fürdenek, ha a halak gyakran felcsapnak a vízből, ha rikácsol a páva, vagy ha nyikorog az ajtó, ha a libák a dudvára ülnek, vagy ha ordít a szamár, ha a bolhák az asszony népet különösen csípik. Hát remélem, hogy ezzel a kis aprósággal is egy picit fel tudtuk idézni Pap Imre különleges cikkeit, különleges néprajzi tudósításait. Nagy csalódást keltett az első magyar szuperfilm. Több okunk is van rá, hogy az az országos felhajtás mellett szentes eseményt is jelentő, 22 előadás alkalmával összesen 8300-an tekintették meg városukban, szóval az Egri csillagok című filmről néhány nem túl lelkes szót szóljunk. Hol járt sárközi extázásáig fokozódó cigánytáncot Gárdonyi halhatatlan regényében? Ezt hasztalan keresnénk. Akkor hogyan kerülhetett a filmbe? Egyszerűen úgy, mint a szultán fölösleges és unalmas öltöztetése, Gergely és Megcsei párbaja, Izabella emlékkeresési jelenete a kifosztott palotában, a pápa és a krikettsapkás Ferdinánd becsempészése, Éva szószoros értelemtől vértől csepegő mennyasszonytánca, és így folytathatnánk tovább, ha nem volna ez a kis ízelítő is már több a soknál. E forgatókönyv tévedéseinek, hibáinak elemzésére lapunk egész terjedelmesen lenne elegendő. Mégis, hogy csak a legszembeötlőbbek közül említsünk néhányat, eltűnt a regény enyhén arhaizáló nyelve, mely olyan kitűnően jellemezte a kort és a szereplőket. A dialógusok laposak, jellegtelenek, unalmasak. A sok negatívum mellett vajon mit tekinthetünk a film erényének? A tömegjeleneteket? A látványos várostromot? Lehet, bár ekkora statisztériával és ennyi pénzért azok is lehettek volna illúziót kellőbbek. Legalább a számos apró, de mégis bosszantó technikai balfogást el kellett volna kerülni. Írja akkoriban a Szentesi Életben a cikk szerzője. Munkásőrök hétköznapjai Szentesen. Nálunk is akad olyan ember, aki azt hiszi, hogy a munkásőrök külön fizetést kapnak.
és amikor megtudja, hogy társadalmi munkában vállalják a kiképzés fáradalmait, a nem egyszer éjszakai szolgálatot, csodálkozik az illető, hogy az életben meggyőződésből, önzetlenségből is lehet valamit csinálni. Dagályos nyilatkozatok és feltűnő meldöngetések helyett a munkásőrök tettekkel, kiállásukkal szerényen, de határozottan védik és erősítik a munkás hatalmat. A Marx téren avatták fel Kosta József portréját, amely Borsos Miklós szobrászművész alkotása. Beszédet mondott dr. Dömötör János, a Hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum igazgatója, és méltatta Kosta József életművét. Ugyanakkor a festőművész Kosta halálának 20. évfordulója tiszteletére emléktáblát helyezett el a Zrínyi utca második számú ház falán. E házban töltötte ugyanis Kosta József utolsó éveit. Kis tyúk tallózó. Kis tyúknak hívták, az akkoriban megjelent, a Hungerithez vagy akkoriban Barneválnak is nevezték című üzemi újságot. Ebből szemlézgettünk egy kicsit. Kis hírek a szocialista brigádok életéből. Áru átvevők szocialista brigádja. Elvégezték a tavaszi szőlőápolási munkákat a gyárunk Lugasában. A brigád 28 fővel kétnapos észak-magyarországi túrát szervezett Eger-Gyöngyös parádútvonalon. Baromfi és tojásfeldolgozó négyszeres szocialista brigád. A vietnámiak részére készült takaró elkészítéséhez 56 darab kockát horgoltak. A május 1-ére készült mozaik tojás dekorációt társadalmi munkában készítették el. Látogatást tettek húsvétkor a Városi Szeretetházban, ahol az aggóknak apró ajándékokkal kedveskedtek. Gyereskova, háromszoros szocialista brigád. Fortuna Istenasszonya különösen szeretheti ezt a brigádot, mert az egyik brigádtag 4-es találatot ért el a lottón. A nyeremény átvétele után a boldog nyertes megvendégelte a brigádot. Könyvelek, József Attila szocialista brigád. A brigád tagjai közösen megnézték az Egri csillagok című magyar filmet. Ezen brigád kezdeményezte a vietnámi elvtársak részére a horgolt takarók elkészítését. Azonban nem csak kezdeményeztek, hanem 50 darab horgolt kockával hozzájárultak a gyár összes dolgozói által készített takaró meghorgolásához. A Tanácsköztársaság megalakulásának 50 éves évfordulóján brigádgyűlésen vitatták meg az évforduló jelentőségét. Irodalmi est tanulságokkal térjünk vissza újra a szentesi élet tallózásához. Nemrégiben a zeneiskola koncerttermét zsúfolásig megtöltötte az irodalmat szerető közönség. Most a meghívón felsorolt előadó művészek garantálták is a sikert. A meghirdetett vidám irodalmi est műsorát viszont a csalódás pillanatai zavarták meg. A magvető könyvkérdő által összeállított program viselhette volna helyesen a mai modern líra elnevezést. Kristó Nagy István, a magvető könyvkiadó és a szóban forgó műsor szerkesztője sajtpapírra, kivágott újságcikkekre és kiszaggatott könyvlapok halmazára írott és épített összekötő szövege egykori magyar óráimra emlékeztettek. Tévedés ne essék, nem a színvonal, hanem az unalom idézte az emlékképet. Úgy gondolom, hogy mi, a vidéki közönség is több megbecsülést érdemlünk még akkor is, ha formaságokról van szó. Devecseri János nem tudni pontosan, milyen minőségben képviselte a fiatal művész nemzedéket, írja a cikkíró. Énekét akarta-e kísérni zongorán? Vagy klimpírozását szándékozott dunnyogásával kiegészíteni? Ez talán maradt a hallgatóságnak. Mi, akik ott ültünk a nézőtéren, a közepes szintű zenei produktumoknál is hálásabban szoktuk lenni. Az, amit nyújtott, több volt, mint indiszponáltság. Jó indulattal szeretném Devecserinek tudtára adni, hogy az Árgyélos Kismadár című dal nem cigány nóta, mint ahogyan énekelni kezdte, amikor a hallgatóság elégedetlen zsongását észrevette. Devecserit nem művészi ereje mentette meg a fügykoncerttől, hanem a közönség önfegyelme és jó ízlése, fogalmazta meg kritikáját a szerző. Balázs Árpád, szoddíjas zeneszerző. A zene és a művészetek szeretetét a szülői házból hoztam magammal. Apám énektanár a felsőpárti iskolában, anyám irodalmat tanít.
Nagyapám építész volt és festegetett. Az ilyen légkörben eltöltött 18 év sokat adott pályám indításában. Szentes számára mindig van időm. Az apám vezette ezüstkoszorús városi vegyeskar házi zeneszerzőjének tart. Éneklik dalaimat, külön írok nekik, ha alkalmi kórus kell, zongorán kísérem, ha fellépnek a rádióban. S megtisztelve érzem magam, amikor a bácskai tanárházas pár a tervbe vett szerzőiesről szólt, mondta interjújában Balázs Árpád. Új igazgatója van a Kossuth József Múzeumnak. Visi Zsolt régész szeptember 1-én került feleségével együtt Szentesre, aki képzett restaurátor. Molnár János, művelődésügyi miniszterhelyettes beszélt a Tóth József Színház avatásakor. A színház avatása mellett érdemes megtekinteni, mit is kínált mondjuk például 1969. novemberében a színház. Bérleti előadásban 5-én a Kecskeméti Katonai József Színház Szigligeti Ede Liliomfiét adta elő. 9-én a Szolnoki Szigligeti Színház Jókai Anna Fejünk felől a tető. 15-én a Békés Csabai Jókai Színház Raffai Sarolta Diplomások című művét. Bérleten kívül előadásként 6-án Pataki Bűvész Együttes délután kétszer is, 22-én a Korvina Együttes szintén kétszer, majd Nagy Lívia, Paudics Béla és Anna Krisztina fellépésével. 24-én pedig Móra irodalmi esre került sor. Hát elég bőséges volt a program, mit ne mondjak. S ha már a színháznál tartunk, egy érdekes cikk megjelent a Városi Lapban. Sinkovicsék, mint magánemberek látogatták meg városunkat. A Kossuth utca járókelői közül sokan látták a sportos öltönyben sétáló Sinkovics Imrét és a kedves, mindig vidám Gombos Kati művésznőt. Az arcokon a meglepetés és a kérdezés vágya tükröződött. Nem mindenki tudta leküzdeni félszegségét, mégis volt, aki megállította a szimpatikus művész házaspárt. Az autogramvadászok és az őszinte tisztelők közül egy idős férfi így szólalt meg. Sinkovics művész úrho, van szerencsém? Igen, honnan tetszik ismerni? Vásárhelyről? Onnan is, válaszolnám nagy meggyőződéssel a bácsi. Bocsásson meg, művész úr, ha tiszteletem jelenül, csak ezzel a kis nápolyival tudom megkínálni. És nyújtja Sinkovics Imre felé a barna papírzacskót. Eddig az epizód. Az őszinteségéhez nem fér kétség. Hogy mennyire jól esett Sinkovics Imrének, bizonyítja az is, hogy elmondta a társaságából azoknak, akik nem lehettek tanúi ennek a furcsa kis szentesi jelenetnek.
Tanévkezdés idején. A gimnáziumban másodikként az országban heti 12 órás francia tagozat indult. 1969-ben járunk. A Szentesi Fákja sportkör kézilabda csapata kibérelte a gimnázium udvarának egy részét. Augusztus 18-án vették birtokukba a pályát a jól szereplő kézilabdások, Nagyajtósi István tanár úr pedig nyugalomba vonult. A szakmunkásképző intézet az idei tanévben még a gimnázium vendége lesz. A régi épülettel szemben már félkész állapotban magasodik az új szakmunkásképző intézet. Az ipari szakközépiskolában elsősorban az építkezés a fő téma. A tanműhelyek bővítésén túl szépül az iskola is. A lebontott fiú kollégium lakóit ideiglenesen a tornateremben helyezték el. Jelen pillanatban ez gondot okoz, de a gyermekkórház elkészülte után átköltöznek a főutcai épületbe a kollégium tagjai. Városfejlesztési tervek. A pályázat célja volt, hogy a Kossuth utca északi és déli oldalán, a József Attila utca, Horváth Mihály utcáktól keletre, a Marx térig terjedő területen 800 lakás, 3600 négyzetméter üzlet és kiszolgáló helyiség, 300 fős kollégium, 1500 adagos gyermekélelmezési konyhaüzem, 100 fős bölcsöde és 100 fős óvoda nyerjen elhelyezést. A Kossuth utca vonalán elhelyezendő épületek földszintjén kereskedelmi, szolgáltató és egyéb üzletek kialakítása volt az igény. A tervezés során a Kossuth utca városképi jelentőségét kellett kihangsúlyozni üzletek kialakításával, mivel az a város történelmileg kialakult főutcája, főközlekedési útvonal, annak vonzó és reprezentatív jellegét kellett biztosítani. A tervezési program szerint a Mátyás király utcai kereszteződésben forgalmi csomópontot alakítanak ki, ezt is meg kellett tervezni, a távlatban megépítendő Kossuth utca folytatásaként nyitandó új út és figyelem vasúti felüljáró figyelembevételével. A nyitandó új út a Kossuth utca, Zrínyi utca által határolt tömb beépítésére csak beépítési javaslatot kellett adni a tervezőknek. Mi már ma tudjuk, ebből mi valósult, meg mi lett a valóság, hát van azért, ami hiányzik a felsorolásból. Az ország egyetlen üzemanyag hordógyára. A képünkön is látható, ez mind a mai napig működik ez az üzem. A tanács VB végrehajtó bizottság határozata értelmében az idén osztották ki először a kiemelkedő társadalmi munkáért és városfejlesztésért járó emlékplakettet. Elsőként kapta meg az emlékplakettet Drahos István grafikus művész özvegye, a múzeumban berendezett Drahos terem felavatásakor. A további 26 kitüntetett személy népsorából kiemelendő Bácskai Mihály, dr. Bugyi István, dr. Lakos Sándor, Mácsai Katalin, Nagyajtósi István, dr. Páhi Ferenc vagy dr. Szava Péter neve. Egy kis visszaemlékezés a 69-es szentesi életből. A szovjet csapatok támadása. A városra október 6-án hullottak az első bombák, majd a repülőtámadások 7-én megismétlődtek, néhány ház és néhány polgári személy pusztulását okozva. Az itt tartózkodó kisebb német alegységek már 6-án elhagyták Szentest. A polgári lakosság menekülése még 7-én is tartott. A lakosság óriási többsége azonban örömmel, vagy éppen félelemmel vegyes várakozással várta a másnapot. A meglepően csendes éjszakát soha nem tapasztalt elerő robbanás rázta meg. A németek felrobbantották a vashidat. A döbbent csend egészen napfelkeltéig tartott. Október 8-án csodálatosan derűs, napfényes, meleg őszi nap volt, és reggel megindult a szovjet csapatok rohama. A kisszámú, éhes, kedvetlen magyar katonaság, amelyet a vashíd felrobbantása után értelmetlenül áldozatul dobtak harcba, nem tanúsított számottevő ellenállást az utcai harcokban. A szovjet csapatok alig használták tüzérségüket. Mindössze egy-két ágyülövés dördült el a városban. A magyar csapatok katonailag csak jelentéktelen, de emberileg nagyon szomorú veszteségeket szenvedtek. A kora délutáni órákban ölövöldözés elcsitult. Az emberek előmerészkedtek a bunkerokból, a pincékből és a házakból, és érdeklődve nézegették a szokatlan egyenruhás katonákat.
A gyorsan barátkozó gyerekek estére már azt hajtogatták: Karásó! Az ország elpusztított hidainak helyreállítása gyors ütemben folyik. Az újjáépítés munkálataiból a honvédség is kiveszi a részét. Munkájuk eredményeként Tiszazug, Szentes és Algyő tönkretett hídjai nem sokára újra beállíthatók az ország vérkeringésébe. A Város 25 éve címmel közölt összeállítást a Városi Havilap. Létrejött korábban a gépjavító állomás, majd az erőtakarmánygyár, a ruhagyár, működésbe léptek a kisipari szövetkezetek. Sor került a Baromfi feldolgozó felújítására, és felépült Szentes új ipari büszkesége, a Kontakta. Felépült többek között az új közgazdasági szakközépiskola, az ipari szakközépiskola, a Deák Ferenc utca iskola, de említést érdemel az új tisztasági fürdő, vagy az új áruházak. A főutcán a víztorony, a hagyományos városközpont a Kossuth téren kívül új centrum alakult ki a Marx téren, és új lakónegyedek épültek a különböző kerületekben. Ki gondolta volna, hogy micsoda dörgést, villámlást tud okozni a mi kis városunk légkörében egy időzítetnek vélt szimpla vetkőzés? 1969-ben vagyunk. Pontosan Szentes felszabadulásának 25. évfordulóját idéző ünnepi napon, a színházi jubilómi est közvetlen szomszédságában pucérkodni? Hát ez mégiscsak botrány. Sok embertől hallottam azt a véleményt, hol őszinte politikai hevülettel, hol pedig odakozmált álszenteskedéssel. Mindkét típusnál a felháborodás valóban közös vonás volt, és érezni lehetett rajtuk, hogy témánál vannak. Nő vetkőzik a Petőfi étteremben. Az ételek és az italok után mesztelen bájakat is szervíroznak a kedves vendégek tiszteletére kedélyes műsor keretében. Képzeljük el, mi fejlődött itt 25 év alatt. A népi demokrácia háború utáni és a textilbeszerzés szolgáló pesti vetköztetésétől a belépő díjért kiáró önkéntes és művészi vetkőzésig. És a szerte repülő ruhadarabokkal együtt bizonyos fajta prüdéria darabja is repülnek. Ezek után mondja bárki, hogy a vetkőzésnek nincs gondolatébresztő hatása, ironizált egykoron a Szentes élet hasábjai Szabó Róbert. Meglepően sok nézője volt a Mázsaház téren megrendezett autós ügyességi versenynek. Jugoszláv versenyzők is megjelentek, többek között a szabadkai és a bácskatopolyai autóklub tagjai. Az egyik feladat az volt, hogy a versenyzők az autóból kiszállva a teli palackot áthelyezzék az egyik téglalakásról a másikra. Igencsak próbára tette ez a versenyzők ügyességét. Vagy egy másik, a kalap leemelése és visszaakasztása a póznára a megtett kör után. Kedves nézőink! Adásunk végéhez közeledve egy kis képes összeállítás következik most a Városi Lap színes híreiből. Thank you.
s adásunk végére egy kis apró cseprő. Mit is tettek, mi zavarta akkoriban a szentesélyeket? Szóvá tesszük, hogy a Lenin úton a 6 szám alatti boltban hetek óta nem működik rendesen a kávédaráló. Az üvegpolcok legalább ennyi ideje porosak. Szóvá tesszük azt is, hogy a Marx-téri kukák között guberálók dolgoznak. De szót érdemel az is, hogy a filmmúzeum előadásait 9 órára hirdetik, 10 órára halasztják, sokak kívánságára, és 11-kor kezdődik meg. Tudták, hogy a postán 2 forintot fizetünk egy darab 1 forintos bélyegért? Mert a kerékpárőrz megőrzőnek adjuk a másikat. Kedves nézőink, remélem tetszett mai adásunk is, 1969. harmadik epizódja. Ezzel búcsúzom a kedves nézőktől. Adásunkat visszanézhetik a Szentes Televízió honlapján, vagy a Szentes Film internetes csatornáján. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velem a jövő héten is. Viszontlátásra! Védje növényeit biológiai úton az Árpád Biokontroll 2003 Kft. Termékeivel és szakmai segítségével. Különböző kultúrákban, különféle károsítók ellen. Alkalmazzon poszméheket a kiváló terméskötődés és minőség elérése érdekében. Válassza a minőséget, termesszen egészséges árut. A tavasz első napsugarai melengedték. Harmadcseppek és méhek szárnya is imogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. A vakcina megérkezése új szakaszt jelent majd a vírus elleni küzdelemben, segítségével véget vethetünk a koronavírus járványnak. Az előzetes regisztráció a koronavírus elleni oltásra már elindult, amennyiben szeretné beoltatni magát, kérjük jelezze igényét a vakcinainfo.gov.hu internetes oldalon. Ha regisztrál, ön elsőként kap tájékoztatást a vakcináról szóló legújabb információkról, és arról is, hogy mikor kerül sor az oltásra. Az oltás önkéntes és ingyenes lesz. Fontos tudni, hogy az oltás sorrendjét nem a jelentkezés időpontja, hanem a veszélyeztetettség mértéke határozza majd meg. Továbbra is vigyázzunk egymásra. Minden élet számít. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Járvány idején az emberi életek mellett a családokat és a vállalkozásokat is védenünk kell. Nekünk minden élet és minden munkahely számít. A kormány ezért újabb gazdaságvédő lépésekről döntött. A családok és vállalkozások hiteltörlesztési moratóriumát július 1-jéig meghosszabbítjuk. A kormány átvállalja a járvány miatt ideiglenesen bezáró vállalkozások bérköltségeinek 2/3-át. A kis- és középvállalkozások és az egyéni vállalkozók iparűzési adóját január 1-től a felére csökkentjük. A gyereket nevelő családokat 6 millió forintig kedvezményes, maximum 3%-os lakásfelújítási hitellel segítjük.
Emellé 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás is járhat. Egyszer már sikerült, ha összefogunk, együtt újra sikerülni fog. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Sziasztok! Ez itt a szemeszter idei utolsó, karácsonyi adása. A mai alkalommal megmutatjuk, milyen az ünnepi hangulat hallgatótársaink szülővárosában. Beszélgettünk a COVID-szűrésben résztvevő önkéntes hallgatókkal. Kiderítettük, hogyan tanuljunk az online vizsgákra. Illetve egy könnyed, gyors, tonhalas búgósalátát is ajánlunk. Tartsatok velünk! Mint már megszokhattuk, városunk decemberben ünnepi köntösbe öltözik. Ám ez nem csak Szeged sajátossága, hiszen az országban mindenütt találkozhatunk ünnepi díszítésekkel. A távoktatás miatt hazakényszerült hallgatóinkat arra kértük, küldjenek nekünk néhány felvételt ünnepi hangulatú lakóhelyükről. És pár mondatban mondják is el, mit jelent számukra ez az ünnep. Békés Csaba főtere minden évben gyönyörű fényekben pompázik. A díszes fák sokassága gyermekkorom óta lenyűgöznek. Ha meglátom, olyan, mintha csak egy varázsvilágba kerülnék. A kicsiknek most is kedveznek, rénszarvas húzta számba ülve fotózkodhatnak. A pompázatos karácsonyfa a polgármesteri hivatal előtt mindig egy kedves felajánlónak köszönhető, és idén is igazán gyönyörű. Már 3 gyertyaig az adventi koszorún. Egy igazán egyedi és modern jászort készítettek. Nagyon látványos, a mérete pedig egészen hatalmas, messzéről is jól látható. A Csaba Gyöngye Kulturális Központ is ünnepi díszekbe burkolózott. Rendhagyó rózsaszín karácsonyfája igazán szemet gyönyörködtető és különleges látvány. A kirakatban becsomagolt ajándékok és régi képeslapok sokassága fokozza a meghitt hangulatot. A Csaba Centernél járva egy igazán különleges, ajándékformájú óriás díszt láttunk. Kedvelt hely a szelfik készítéséhez. Illetve itt van a jó öreg, felfújható Mikulás, aki évről évre ellátogat ide, hogy üdvözölje a vásárlókat. A center belsejében egy aranyos díszlet van a kicsi körömére. Itt rendhagyó módon 3 karácsonyfa felkapcsolt égősora jelképezi az ezüst vasárnapot. Az egész áruház gyönyörűen fel van díszítve, és átjárja a közelgő karácsony szelleme. A karácsony megelőző 4 hétben Orosháza is ünnepi díszekbe öltözik. Színes égőkből, melegen pislákoló gyertyákból és óriási, vidám hóemberekből nálunk sincs hiány. A központban ilyenkor minden évben feldíszítik a város karácsonyfáját. A fenyő mellett helyezkedik el a kis Jézus születéséről megemlékező jászol, mely karácsonyi zenével vonza magához a járókelőket. A karácsonyfától egy utcányira található a település adventi koszorúja, melynek a hagyományhoz híven minden vasárnap egyel több gyertyáját gyújtják meg. A viszontagságok ellenére is viszonylag sokan döntenek úgy, hogy meglátogatják orosházi ismerőseiket és családtagjaikat, de a maszk viselése és a vírus protokoll betartása a közterületeken továbbra is prioritás. A vonat és buszállomás könnyen elérhetővé teszi városunkat a környező kisebb települések lakóinak számára. A boltok polcai is megtelnek karácsonyi édességekkel, a színes, kivilágított kirakatok igyekeznek becsalogatni az utcán korzózó vásárlókat. Reménykedünk benne, hogy jövőre akadálytalanul gyűlhetünk majd össze ünnepelni, és az idei évben elmulasztott adventi programokat is bepótolhatjuk. Szép tündérország támad föl szívemben ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű igézet ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, behengeztem a sebet a szívemben, és hiszek újra égi szeretetben ilyenkor decemberben. És valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorúan nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben. Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, s ne csak így decemberben. Sokak kedvenc időtöltése a karácsonyi időszakban a város ünnepi fényeinek megtekintése Győrben is. Idén sajnos más lett az ünnepi hangulat, mint amit vártunk volna, ezért Győrben nem csak a belvárosban, hanem a külvárosi részeken is szintén ünnepi díszek fényében úsztak az utcák. A Széchenyi téren a Bencés templom és rendház falán adventi fényjáték látható egészen december 23-áig, és mellette közvetlen megtalálható a nagy adventi koszorú is. Idén a járványhelyzet miatt sajnos a karácsonyi vásár elmarad. A 2020-as év rég nem látott változásokat hozott. A koronavírus járvány világszintű elterjedése az élet minden területére megtette hatását, így az egyetemistákat sem került el. Legtöbbünknek a legnagyobb nehézséget az online oktatás okozta. Az egészségügyi karokon tanulóknak azonban egyéb kihívásokkal is szembe kellett nézniük. A túlterhelt egészségügyi rendszer ugyanis számít rájuk. November óta a medikusok és medikák, a leendő gyógyszerészek, illetve az ápolónak és gyógytornásznak tanuló hallgatók önkéntesként segíthetnek. A koronavírus elleni védekezés segítésére 2020. november elejétől lehet önkéntesnek jelentkezni. Kezdetben csak az orvostan hallgatókat vonták be a kezdeményezésbe, később azonban kiterjesztették a többi egészségtudományi karon tanuló diákra is. Az önkéntesek betanulási folyamatban vesznek részt, majd önállóan látják el napi teendőiket. Hétfőn megkezdődik a betanítás, ugye akkor elszállítják őket a helyszínre, hogyha például Csongrád megyéről beszélünk. Itt, ugye ahogy mondtam, akkor a betanítás megtörténik, majd pedig elmondják nekik, hogy körülbelül milyen útvonalakon kell menniük, hogyha mondjuk a mobil szűrőpontot nézzük, hogyha nem a mobil, akkor nyilván akkor egy helyre elviszik őket, és ott kell akkor a mintavételezést elvégezni. Ugye így akkor, hogyha megvan nekik a mondjuk 10 darab cím, amire el kell menniük, akkor ott azt végigjárják. A rendszer döcögősen indult, azonban november közepére kialakult, hogy mely karok, mely képzésén tanuló, hanyadéves hallgatóit várják a különféle pozíciókra, így az önkéntesek azóta számos munkakörre tudnak jelentkezni. Például mintavételezésre, adminisztratív munkára, a COVID-osztályra vagy általános fekvőbeteg ellátásra. Bárki megfordulhat egészségtudományi szakokról és karokról a klinikán, főleg harmad-negyedéves ápoló gyógytornász hallgatókat fognak a betegellátásban foglalkoztatni. Első-másodévesek jelentős részben inkább COVID szűrésre mennek. Emellett orvostanhallgatókkal, gyógyszerészekkel, fogorvostanhallgatókkal is összefuthatunk a klinikán. Bár jelenleg az önkéntes munkái a főszerep, a koronavírus első hulláma sem telt el segítségnyújtás nélkül. Ekkor még nem a betegellátásból, hanem a hallgatók tájékoztatásából vették ki a részüket az információs call center működtetői. Ezt a Szegélytudományi Egyetem hozta létre, és először 7 hallgatót vontak be olyan céllal, hogy a folyamatosan frissülő, változó jogszabályok, illetve kormányzati tájékoztatás az megfelelő platformon gyorsan eljusson a hallgatókhoz. Ezt angol és magyar nyelven csináltuk, és csináljuk még most is. Az egészségügyi hallgatók tanulmányi teendői sem elhanyagolható mennyiségűek, azonban az egyetem kedvezményes körülményeket biztosít az önkénteskedésben résztvevő diákok számára. Akkor rögtön kidolgozott egy tervet arra, hogy azok a hallgatók, akik önkéntes munkát és illetve kirendelt munkát végeznek, azok milyen kedvezményekben részesülhetnek. Így ezáltal védi akar igazából azokat a hallgatókat, akik ezt a munkát végezték, mert akárhogy is nézzük, hogyha valaki mondjuk 2 hetet dolgozik így, akkor a fél évéből 2 hét az igenis eltelik. És azért, hogyha például valaki 12 órázik, ott nincsen semmi esély arra, hogy tanulni tudjon a hallgató. Mondjuk úgy, hogy azok a hallgatók, akik ilyen munkát végeznek, azok gyakorlatilag kedvezményes tanulmányrendben részesülnek. A fertőzés veszély miatt ijesztő lehet az önkéntes munkában való részvétel, azonban az empátia és az elhivatottság erősen motiválja az érintett hallgatókat. Emellett az önkéntesek számos előnnyel is számolhatnak.
szakmai tapasztalatot azt mindenképp gyűjtök, még hogyha nem is mindent tudok segédápolóként gyakorolni azt, amit esetleg már szakmai gyakorlatom alatt tudok csinálni, de azért újabb-újabb dolgokkal tudok találkozni, így úgy gondolom, hogy mind a kommunikációs készségem a szakmai stábbal, illetve a betegekkel így fejlődik. Talán most először érezzük igazán úgy hallgatóként, hogy olyan munkát végzünk el, segítve másoknak a munkavégzését, ami, hogyha mi nem lennénk, akkor más nem végezné el. Úgy gondolom, hogy egészségügyi hallgatóként egy ilyen vészhelyzetben valahol kötelességünk segíteni, hiszen ez lesz a szakmánk és a hivatásunk. Az önkénteskedés veszélyekkel is járhat, bár ettől a megfelelő alaposságú betanulás és a nagy odafigyelés megóvhatja a résztvevőket. Mivel hogy olyan munkát folytatnak a hallgatók, amivel potenciálisan koronavírus fertőzött személyekkel találkozhatnak, így megvan a veszélye neki, hogy esetleg elkaphassák ezt, viszont ugye védőfelszerelést kapnak. Ettől függetlenül nagyon figyelniük kell arra, hogy a protokollokat betartsák, ugye ezek védik a hallgatókat, ettől függetlenül nyilván megvan a rizikója neki. Rengeteg olyan hallgatótársam van, akik nagyon szívesen elmennének segíteni, azonban krónikus beteg családtagjaikat nem szeretnék veszélyeztetni, vagy akár ő maguk valamilyen olyan alapbetegségben szenvednek, ami nem biztos, hogy jót tenne egy esetleges vírusfertőzés kapcsán. Hogyha ilyen körülmények vannak a háttérben, akkor nem kötelezhetik munkavégzésre. Az önkéntesek munkája fontos, azonban a bizonytalanságok és potenciális veszélyek elrettentően hathatnak. Mindezek ellenére a szegedi hallgatók töretlenül igyekeznek kivenni részüket a segítségnyújtásból, hiszen rögtön a megnyitáskor közel 200-an jelentkeztek Szegedről. Miután megkaptuk a megfelelő tájékoztatást, és biztosítottak minket arról, hogy sem tanulmányi, sem egészségügyi hátrányunk nem származik majd abból, hogyha részt veszünk, onnantól kezdve még nagyobb lett a lelkesedés, és egyre többen jelentkeznek. Az első tapasztalatok rögtön azok voltak, hogy amint megérkeztek a helyszínekre, amint elkezdték a munkavégzést, ott a mentőszolgálatnak a kollégái mondták azt, hogy nagyon örültek neki, hogy ott vannak, mert tényleg levették a terhet a vállukról. Tehát alapjáraton ez is motiválja a hallgatókat, plusz az, hogy az egészséget tudják ezáltal segíteni. A nehézségek ellenére az önkéntes hallgatók munkája tiszteletre méltó, hiszen számottevő segítséget nyújtanak nap mint nap a túlterhelt egészségügyi rendszer számára. Munkájuk jelentőségéről a kórházi és klinikai dolgozók felől is megerősítést kapnak. Hatalmas nyomás nehezedik az egészségügyi ellátórendszerre, mind az osztályos betegellátásban, mind pedig a mentőszolgálat kapcsán. Folyamatosan új és új munkaerőre van szüksége most az egészségügynek, úgyhogy mind a szegedi klinikákra, mind a vidéki kórházakból, mind pedig a mentőállomásokról azt a visszajelzést kapjuk, hogy nagyon jó, hogy segítünk. Egyaránt az orvosok, mind a nővérek, mind a takarítók, mindenki nagyon kedves velünk, pozitív megerősítéseket közvetítenek felénk azzal kapcsolatban, hogy mi jelentkeztünk és segítünk, illetve egy nagyon jó csapat jön össze és segítenek minket mindenben. Az önkénteskedésben résztvevők igyekeznek a lehető legnagyobb bepillantást engedni az általuk végzett munkába. Próbálunk minél nagyobb közösségi média betekintést lehetővé tenni a nevezük így laikusok számára, vagy akár a saját hozzátartozóink, ismerőseink számára. Mi az általános orvostudományi karon létrehoztunk egy Traveling Medicine Instagram oldalt például, illetve az Instagramon a Sotte Help hashtaget elkezdtük promózni. Aki ezekre rákeres, az nyomon tudja követni, hogy hol is tartanak az STS hallgatók az önkéntességgel. Az egészségügyi hallgatók töretlen segítségnyújtása mellett még több támogatásra van szükség a koronavírus elleni védekezésben. Vannak az egyetem vagy a felsőoktatási intézményektől független önkéntes munkavégzésre is lehetőségek. Például a Magyar Vöröskereszt is hirdet rendszeresen olyan programokat, amihez csatlakozva lehet önkéntesként segíteni. Túlmutat ez az egész azon, hogy valaki egy személyben elmegy és az ő kis saját dolgát elvégzi. Hogyha több ezer hallgató egyszerre teszi azt a pici dolgát az országban, amivel megbízzák, akkor hatalmas segítséget tudunk most nyújtani az országnak abban, sikeresen fel tudjon lépni ezen a vírus ellen. Ismét egy olyan vizsgaidőszak kezdődött, ahol nem kerül sor a vizsgázók és vizsgáztatók személyes találkozására.
Bár már tavasszal kipróbálhattuk, milyen az, amikor online zajlik a számonkérés, ebbe azért nehéz beleszokni. Hogy mit tehetünk egy eredményes vizsgai időszak érdekében? Erről kérdeztük hallgatóinkat és szakértőinket, természetesen szigorúan online körülmények között. Második távoktatási hullám, bizonytalanság, a szeretett egyetemi környezetünk hiánya. A járványhelyzet a vizsgaidőszakot sem kerülte el, december közepétől kizárólag online formában vizsgáznak az egyetemi hallgatók. Hallgatóink feszített tempóval vágtak neki ennek az időszaknak, és meséltek általános tapasztalataikról. Hát, hogyha magamból indulok ki, hát az hatalmas nagy változás. Az előző fél évben szerintem még mindenkinek nagyon furcsa volt ez a helyzet. Így most sokkal többet tanultam, hál' Istennek. Hát nekem most ebben a fél évben voltak gyakorlataim, azok bent voltak megtartva, és kicsit erőltetett tempóban, hogy nehogy az legyen, hogy októberben mindent lecsapnak, és nem tudunk bejárni. Illetve szerintem nagyon használható tananyagokat kaptunk, egy csomó fel volt véve, vissza lehetett nézni. Mindenki legfőbb célja az zökkenőmentes tanulmányi időszak megteremtése digitális keretek közt. De ennek ára van, amit sokszor saját bőrünkön tapasztalunk meg. Az elkényelmesedés vagy a szigorú tempó győzedelmeskedik. Ugyanúgy beleestem abba a hibába, hogy ellazultam, így, hogy nem kellett bejárni az egyetemre, de most valahogy sokkal hamarabb felálltam belőle. Ugyanúgy belealudtam a dolgokba, de sikerült felállnom belőle. És így eredményesebb vizsgaidőszakra számítasz most, mondjuk a tavaszihoz képest? Remélem eredményesebb lesz. Jobban félek tőle, mint eddig bármikor. De remélem, hogy eredményesebb lesz, így, hogy kicsit többet készültem, mint például az előző fél évben. Az átélt tavaszi tapasztalatok segítségünkre lehetnek most is. De hogy vajon milyen elvárásokkal állhatunk magunk elé, mint hallgatók és mint oktatók, arra szakértőnk válaszolt. Az biztos, hogy már ezt is egy felkészültebben kezdenek neki mind az oktatók, mind pedig a hallgatók. Valószínűsíthető, hogy a maga a tanulás az egyébként is a hallgatóknak a felelőssége volt nagy részben, és ez az időszak, ez a decemberi időszak egyébként is főleg a vizsgákról szól, tehát ilyen szempontból most így a járvány annyira ezt nem befolyásolja, csak olyan szinten nyilván, hogy az online térben fog megtörténni a vizsga. Amire szerintem a hallgatóknak mindenképp ügyelnie kell és figyelnie kell, hogy nézzék át, hogy milyen kérdésekre számíthatnak, milyen jellegű vizsgára, hány perc lesz a kitöltésre. Próbáljanak olyan időszakot találni a vizsga megkezdésére, amikor valószínűleg nem fogják őt zavarni, mert hogy ugye sokan hazaköltöztek a szülőkhöz, a kollégiumokból, a albérletekből, tehát hogy otthon is jobban kell így alkalmazkodni egymáshoz. Nyüzsgő környezetből a négy fal közé száműzve. Sokan, mintha fő mozgatórugónkat és origónkat vesztettük volna el, éppen ezért különösen oda kell figyelnünk társasági életünkre. Én azt gondolom, hogy az egymással való kapcsolattartás az egy ilyen lényegi kérdés lehet. Manapság már rengeteg platform létezik erre, amik ingyenesen elérhetők. Különböző ilyen online térben is játszható közös programok vannak. Tehát mindenképpen én is azt gondolom, hogy a társaság és a kapcsolattartás, ami a legfontosabb, és hogy próbáljanak egy olyan időbeosztást találni maguknak, amik mondjuk már korábban működtek a korábbi időszakokban is. Egy eredményes struktúrát kialakítani nem kis munka, azonban, ahogy szakértőnk is hangsúlyozta, a 100%-ra való törekvés nem mindig hatékony módszer. A csalódásnak az elviselésében sokat tud segíteni, hogyha át tudja azt gondolni, hogy az eredményei egyébként közelebb vitték-e a céljához. És itt most gondolok arra, hogyha valaki nem ötösre, hanem négyesre teljesít egy vizsgát, az okozhat csalódást ugyanakkor azon a folyamaton, hogy ő elvégezze az egyetemet, azon a folyamaton ugyanúgy előrébb lépett egyet. Tehát, hogyha képes ezt áttekinteni, átgondolni, akkor valószínűleg kisebb lesz a csalódás mértéke. De hogyha fekete-fehérben gondolkodik, és úgy értékeli, hogy a négyes az már bukás, akkor a csalódás mértéke sokkal nagyobb lesz, és egyébként nehezíteni is fogja a továbbhaladást. Szakértői egyetértésben elmondhatjuk, a pihenés szerves része kell, hogy legyen tanulásunknak. De miért fontos ez? Érdemes arra időt hagyni magunknak, hogy tudjunk pihenni,
Ugyanis, hogyha kipihenten kezdünk egy feladathoz, akkor sokkal hatékonyabbak leszünk a tanulásban, mint hogyha fáradtan. Tehát, hogyha van fél óra, akkor azt mindenféleképpen érdemes valamilyen feltöltődésre szállni. Távolsági korlátok, időbeli nehézségek. A megpróbáltatások ellenére sem hagyjuk magunkat, és erőn felül dolgozunk, mind hallgatók, mind oktatók, hogy együttes erővel egy eredményes időszakot zárhassunk. Szakunk volt hallgatója, Szabados Ágnes, az RTL Híradó ismert műsorvezetője, évek óta jelentős szerepet vállal az olvasás népszerűsítésében. A Nincs időm olvasni kihívás megalapítója eddig csak online közösséget épített, azonban novemberben megnyitott a saját könyvesboltját is. Nem csak mesélt erről, hanem meg is mutatta nekünk kis könyves kuckóját. Köszöntöm Önöket! Hello, olvasó! Sziasztok! Aki ismer, az tudja, hogy nagyon régóta foglalkozom már az olvasás népszerűsítésével, és már a könyvesboltodat is megnyitottad. Ugye neked ez egy álmod volt, és dátum szerint, ha jól tudom, 16-án nyitottad meg a könyvesboltodat. 4 éve foglalkozom olvasás népszerűsítésével. Híradós műsorvezetőként azért indítottam el egy kihívást, a Nincs időm olvasni kihívást a Facebookon, mert szerettem volna megmutatni az embereknek, hogy ez a hobbim, ez a szenvedélyem, és hogy szerintem igenis menő olvasni. Nagyon sokszor azt láttam, hogy így háttérbe szorul az olvasás, vagy azt látják, hogy csak a, nem tudom, stréberebbek olvasnak, vagy hogy nem trendi annyira olvasni, és hogy ezen hát, ha egy picit tudok módosítani, vagy ezt kicsit változtatni, ezt a nézőpontot, és tulajdonképpen így indult el a kihívásom, amiben most már 4 év után több mint 31 ezer ember van, ami egy nagyon megtisztelő dolog. Az elején azt gondoltam, hogy majd maximum a barátaim csatlakoznak, és jól elcsacsogunk a könyvekről, és ehhez képest meg egy ilyen országos mozgalommal nőtte ki magát, amire nagyon büszke vagyok, meg arra, hogy ez egy valódi élő közösség, rendszeresen beszélgetnek a csoportban, egymásnak könyveket ajánlanak, könyvklubunk is van, sőt, most már 8 találkozónk volt, 8 rendezvényem volt az elmúlt 4 év során, ami azt jelenti, hogy akkor vidékről, Erdélyből, csomó helyről jöttek több százan. Majd reméljük, hogy visszakapjuk az életünket a Covid után, és megint lehetnek ilyen rendezvények, mert tényleg úgy érzem, hogy ez egy nagy család, akiket tulajdonképpen azt köt össze, hogy az olvasás szenvedélyük. És én tavaly végeztem egyetemen könyvmenedzsment képzést, mert meg szerettem volna tanulni a könyvkiadás, meg a könyvkereskedelemnek minden apró mozzanatát, mert jobban elkezdett érdekelni a könyvszakma, mint hogy most olvasóként egyébként gyűjtöm a könyveket, és sok könyvem van otthon. És igazából nyáron fogalmazódott meg bennem, hogy lehet, hogy bátorságra volt, vagy lehet, hogy túlságosan nagy bátorságra volt, de hogy egy könyvet volt ott nyitnunk, ami azt hiszem, hogy minden könyv moly álma. Egyébként most már egy hete nyitva vagyunk, és összességében ennyi, plusz könyvkiadót is alapítottam, ami része ennek az egész üzleti modellnek. Igen, egy korábbi interjúban említetted, hogy speciális dolognak számít az, hogy egy könyvesbolt független tudjon maradni a könyvpiacon, de neked ez mégis sikerült. De egy könyvesbolt esetében mit jelent pontosan azt, hogy mit jelent az, hogy független egy könyvesbolt? Mi azt kell látni, hogy van a Lira csoport és van a Libri csoport. Ezek a rendszerváltás után kialakult nagy-nagy hálózatok. És ha megnézzük az ország könyvesboltjait, egészen hamar látszik, hogy ez a két nagy kereskedelmi csoport van. A független könyvesbolt az azt jelenti, hogy nem ennek a hálózatnak a tagja vagy, hiszen nyilván ezek a hálózatok felvásárolták a kis könyvesboltokat. És végül is az enyém is ilyen lett, hogy nem tartozom egyikhez sem, és nem is fogok egyikhez sem tartozni, hanem majd lehet, hogyha a Jóisten is úgy akarja, akkor mondjuk 10 év múlva nekem is több ilyen kisboltom lesz. És ami kérdezted az elején azt, hogy miben más ez az egész pont, ebben más, hogy nagyon nagy könyvesboltok vannak most Magyarországon, és már külföldön is azt látom, hogy az a trend, hogy a kicsi, személyes, pici boltok működnek jobban. Ez egyébként szerintem minden területen igaz, nem csak a könyvpiacon. És hát mivel nekem van azért egy elég nagy közönségem, azt hiszem, akikhez szólok, és akik látom, hogy akiket érdekel a véleményem, hogy én mit gondolok a könyvekről, vagy nekem mi tetszik,
Így azt gondoltam, hogy ha egy olyan pici kis személyes boltom van, ahol ugyanez csak 30 négyzetméter szemben mondjuk a több ezer négyzetméteres nagy plázás könyvesboltokhoz, itt viszont csak azok a könyvek vannak, amihez valahogy én kötődöm, amik az én személyes válogatásom, tehát mondjuk az, hogy egy kis túlzással egy minőségi garanciát tudok rá vállalni, mert már az én szűrőmön keresztül megy. Milyen feladatokat látsz el a boltban? Tehát te vagy a háziasszony, aki ott van velük, beszélget és ajánl is nekik, vagy inkább sokszor a háttérből menedzseled a feladatokat? Hát ez mindkettő valójában, mert ez részben háttérmenedzselés, tehát itt most elég sokat meg kellett tanulnom arról, hogy hogyan lehet egy üzletet mozgatni, elindítani, működtetni, alkalmazottaim vannak, tehát nyilván ez nekem egy nagyon új terep, de alapvetően ami a főszerepem az, amit először mondtál, hogy itt vagyok, találkozom velük, segítek nekik választani, és most már egy hete nyitva vagyunk, sőt, most már több mint egy hete, és nagyon jó érzés is, hogy látom, hogy jönnek örömmel, örülnek, hogy találkozunk, és tényleg látom, hogy tudok segíteni nekik könyvet választani. Aztán persze kérdés, hogy majd ha visszajeleznek, tényleg tetszik-e nekik az a könyv, amit én ajánlottam, de úgy látom, hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas dolog, izgalmas munka, és nagyon élvezem. Úgyhogy valójában én azt érzem ebben az egészben, hogy ez a legfontosabb szerepem itt, hogy itt legyek, és találkozzunk, és beszélgessünk egymással, és ajánljak nekik könyvet. Tervezel olyan projektet a jövőben, hogy otthont adjon a könyvesboltod különböző könyves rendezvényeknek, vagy író-olvasó találkozásoknak? Persze nagyon sok ötletem van. A hely szűke miatt ez nem feltétlen alkalmas majd a nagy-nagy rendezvények befogadására, tehát az álmom majd egyszer, bár ez is egy dilemma, mert hogyha ez egy nagyobb hely lenne, már nem lenne meg így a hangulata, mint most. De egyszer majd a távoli jövőben lehet, majd kinőjük ezt, és majd kell egy nagyobb, ahol már lehet rendezvényeket is szervezni, de alapvetően a sok jó ember kis helyen is elvét követve, a sok jó könyv kis helyen is elfér, ugyanerre rácsatlakozva, azt gondolom, hogy azért vannak itt is lehetőségek. Most ráadásul rengeteg online lehetőség van, írókkal, már volt is egy író itt nálam, akivel a kanapén beszélgettünk egyébként az új könyvéről. Meg van például olyan ötletem, hogy mondjuk egy ilyen kisboltban egyrészt lehetőség van arra, hogy már 5 író volt nálam, akik dedikálták a könyvüket, és így legalább az olvasók dedikált példányokat találhatnak itt, ami lehet egy különlegesség. Másrészt van egy olyan ötletem, amit még nem is nagyon mondtam senkinek, akar most neked mondom, hogy például beállítom az írót a mögé egy-két órára. És azért ez szerintem különleges, hogy bejössz egy könyvesboltba, és mondjuk a kedvenc íród áll a pult mögött, és tudsz vele beszélgetni. Szóval vannak ilyen ötleteim, amiket a jövőben ki szeretnék használni. Majd leginkább szerintem akkor fogom tudni, hogyha azért túl leszünk ezen a COVID-helyzeten. Most is sokan jönnek, de azért próbáljuk a távolságot tartani, azért maszk van, azért nem olyan. De bízom benne, hogy tavasztól aztán rengeteg lehetőség van. Plusz óriási szerencsém van, mert gyönyörű ez az üzlet, majd ha egyszer Pesten jársz, nézd be hozzánk. És van egy kis teraszunk, és azért, hogyha tavasz lesz, jó idő lesz, akkor már egy kicsit a tér megnyúlik azzal, hogy van egy terasz, ahol kint lehet majd ülni. És ha már a projektjeidről beszélgetünk, akkor amellett sem szabad elmennünk, hogy neked van egy olvasás népszerűsítő saját podcast sorozatod is. Ebben a rádiós műsorban milyen típusú beszélgetéseket hallgathatnak az érdeklődők? Mindig a könyvekről szól. De nem csak úgy, hogy most meghívok egy írót és beszélgetek a könyvéről, mert szerintem az picit már-már reklámszagú. Nem mondom, hogy nem volt még ilyen, de akkor inkább életútban gondolkodom. Tehát Grecsó, ha eljön, akkor nem az új könyvéről beszélgetünk, hanem az írásról, az olvasásról, a közönséggel való kapcsolatról, az ihletről, a motivációról megsorolhatnám mennyi mindenről. Ugyanígy egy csomó író azért volt már vendégem, de például beszélgettünk már a kötelező olvasmányok problematikájáról, vagy összeszedtük a legjobb spirituális könyveket Feller Mariannal, vagy most például az önismereti könyveket egy youtuberrel, akinek több százezer követője van, és erre építette fel a csatornáját. Szóval én próbálom a youtubereket is behozni, most Pottyon Diadina volt pont múlt héten a vendégem, úgyhogy van azért sok izgalmas dolog, és nekem másfél év után az egy nagyon jó tapasztalat, hogy mindenki örömmel jön, mindenkinek kicsit azt látom már, hogy menő, ha jön a podcastbe, mert mindenki szívesen beszél az olvasásról, és mindenki elkezdte érteni szerintem, hogy ez egy fontos dolog, hogy a fiataloknak példát mutassunk ezzel is. Köszönöm szépen, hogy válaszoltál ilyen nyitottan minden kérdésemre, és remélem, hogy sokakhoz eljut az a látásmód, amit képviselsz, mert sokan inspirálódhatnak belőled. Nagyon szépen köszönöm az interjút, Fanni. A decemberi hidegben fontos odafigyelnünk egészségünkre.
De miért ragadnánk le a rég megszokott mézes citromos teánál, ha egészséges étkezéssel is erősíthetjük immunrendszerünk? A laktató, de mégis könnyed tonhalas bulgur saláta nem csak finom, de egyszerűen is elkészíthető. Sziasztok, üdvözöllek titeket! Arra gondoltam, hogy ma elkészítetnénk együtt egy tonhalas bulgur salátát, remélem velem tartotok. Nagyon egyszerű hozzávalói vannak, kelleni fog nekünk paradicsom, uborka, hagyma, tonhal konzerv, illetve a bulgur. Tartsatok velem! Első lépésben felteszem a tűzhelyre a bulgurt, közben pedig összevágom a zöldségeket. Általában a szemre döntöm el, hogy mennyi bulgur teszek, én most egy főre fogom, kis edénynek az alját teliszórom, és e szerint teszek hozzá vizet, az is mindig annyi, hogy ezt így ellepje. Megmostam a hozzávalókat, a zöldségeket, és most össze fogjuk őket aprítani. Következő az uborka lesz, azt pedig megmutatom a következő módon szoktam letenni. Egy nagyobb adagot vágok le, és azt négybe felszelem. Következő lépésünk a hagyma lesz, de mivel ez egy igen időigényes folyamat, úgy gondoltam megleptek titeket egy kis trükkel. Szóval ebből most szeletelt hagymát fogtok kapni. És kész! És akkor most összekeverjük a zöldségeket, beleteszem őket egy tálba. Megpuhult a bulgurunk, szóval most összekeverjük a zöldséggel. Kibontottam a konzervemet, a levét akár rajta is hagyhatjátok, vagy le is öntettek, ez ízlés kérdése. Megsózzuk, megborsózzuk, szintén ízlés kérdése. Én alapjáraton nagyon szeretem fűszeresen a dolgokat, szóval én ezért jó sok borsot teszek rá. És a sóval is ugyanez a helyzet. Salátát összekevertem és tálaltam. Remélem, ti is kipróbáljátok. Jó étvágyat hozzá! A karácsony az év talán legszebb ünnepe. Az idei azonban azt hiszem, mindenki számára kicsit másabb lesz, mint az eddigiek. Ebben az igen nehéz, de annál ünnepibb helyzetben fogadjátok tőlünk szeretettel az ünnepi hangulatba öltözött Szegedet. Ezekkel a képekkel kívánunk nektek a szemeszter összes alkotója nevében meghitt, szép ünnepeket, illetve problémamentesebb 2021-es esztendőt. Sziasztok! Viszontlátásra!